Köszöntöm Önöket, ez a Közéleti Mozaik. Mai adásunkban beszámolunk a Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az Önkormányzat Vállalkozói Fórumáról, az Internet Fiesta elnevezésű rendezvénysorozatról, valamint a március 15-i városi megemlékezésről. Vállalkozói Fórum keretében értékelte a 2015-ös évet a Kereskedelmi és Iparkamara helyi szervezete. Célul tűzték ki, hogy még szorosabbá fűzik a kapcsolatot a cégekkel. Csongrád önkormányzata is fontosnak tartja, hogy párbeszéd alakuljon ki a város vezetése és a vállalkozók között. Az ipari park meghatározó szerepet tölt be Csongrád gazdasági életében. Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy támogassa a vállalkozásokat. Ennek egyik példája, hogy felmérve az igényeket, közvetlen buszjáratot indítanak. Az erről szóló megállapodást hamarosan megkötik. Volt néhány olyan vállalásunk 2014 után, amiben én úgy gondolom, hogy tudtunk teljesíteni. A vállalkozói fórumon Bedő Tamás polgármester adott tájékoztatást az önkormányzat terveiről. A tavalyi évben 80 millió forint megrendelési állományt adott a város a helyi vállalkozásoknak. A tervek szerint ez a tendencia ebben az évben is folytatódik, sőt további infrastrukturális fejlesztéseket is tervez a város vezetése. Sok olyan területe van az önkormányzatnak, ahol fontos a párbeszéd, de ezek közül talán külön is kiemelkedik a vállalkozókkal való párbeszéd, hiszen azt tudni kell, hogy Csongrád város foglalkoztatás politikájában és az adófizetések tekintetében a vállalkozások elég jelentős részt képviselnek. Tehát azt azért el kell mondani, hogy bár nagy foglalkoztatók, maguk az állami vagy önkormányzati fenntartók, adott esetben önkormányzati KFT-k, de mégis a legnagyobb foglalkoztatók a gazdaság területéről kerülnek ki. Arról nem is beszélve, hogy költségvetésünk egy jelentős része, közel egy harmada a működési költségvetésnek, az a helyi adókból és ezen belül döntő részben az iparűzési adókból és a vállalkozók építményadójából folyik be. Tehát ez egy elég fontos társadalmi és gazdasági kapcsolat, ami az önkormányzat és a vállalkozók között kell, hogy legyen. És a kommunikációra azért is szükség van, mert ez ne egy-egy irányú dolog legyen, hogy kiküldjük az adóíveket, és akkor elvárjuk, hogy befizessék, és körülbelül itt megszakad a eléggé egyoldalú kommunikáció, mi ezzel egy kicsit túl szeretnénk mutatni. Már amikor hivatalba lépett az új önkormányzat, akkor kezdeményezte a vállalkozókkal való gyakoribb és nem csak spontán összejöveteleket. Nem csak a kamara által szervezett összejövetelekről beszélek, volt önkormányzat által szervezett a helyi építési szabályzat módosítása kapcsán is, de az tény egyébként, hogy a kamarával, az iparkamara csongrádi szervezetével kitűnő a kapcsolatunk, hiszen rajtuk keresztül érjük el legnagyobb számban a csongrádi vállalkozókat. Azt is tudni kell, hogy új elemként került be, hogy a kamara helyi helyettes vezetője, Horváth János, Horváth Légtechnika Kft. Tulajdonosa, ő tagja a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságának, így direktből kaphat a kamara és rajtuk keresztül a vállalkozók információkat, mi történik a városban, hogy használjuk fel többek között az adóforintokat. A vállalkozók 2014-ben és 2015-ben is azt tapasztalták, hogy nőtt a lakossági fogyasztás és nőtt az értékesítés. A kamara szerint örömteli az is, hogy az építőipar teljesítménye is javul. Helyi viszonylatban lényeges kérdésnek tartják, hogy az ipari park vonatkozásában milyen segítséget tud adni az önkormányzat a betelepülő vállalkozásoknak. Az ipari park ugye hosszú évek óta létezik Csongrádon, elég sokan be is települtek ma már, sőt, a klasszikusan vett régi ipari part be is telt, ezért ugye itt bővíteni kell. Az, hogy ott az ipari parkban milyen szolgáltatásokat, milyen segítséget nyújt az önkormányzat a vállalkozóknak, ez például egy nagyon lényeges kérdés. Ugyancsak lényeges kérdés az, hogy az önkormányzat a vállalkozók felé milyen támogatást, milyen segítséget, illetve milyen terheket. Gondolok itt a különböző adókra. Hát ezekben a kérdésekben, ezekben a dolgokban azért hallatjuk a véleményünket, amikor kell. Mai ülésünknek a fő témája 2015 évről
a 2015 évi munkáról a beszámoló, a kereskedelmi iparkamara helyi szervezete, meg a megyei szervezete beszámol a tagok felé, hogy mi történt, mit tettek, mit csináltak. Erről azért elég részletes beszámoló készült, és ennek keretében, mivel már most sikerült második éve szorosabb kapcsolatra léptünk az önkormányzattal, és lehetőséget kapunk arra, hogy az önkormányzatnak az intézkedéseit időben lássuk és véleményezzük, ezért úgy gondoltuk, hogy ezt összekötjük egy vállalkozói fórummal, ami tulajdonképpen abból áll, hogy a polgármester úr tájékoztatja a vállalkozókat arról, hogy mi történt és mit terveznek, illetve nyilván ezzel kapcsolatban, amennyiben észrevétel vélemény van, akkor ezt ezen a fórumon el is lehet mondani. Tehát gyakorlatilag kettős célja van ennek a mai összejövetelnek, egyszer a vállalkozók, másodszor pedig a tájékoztatása és összefogása, másodszor pedig hát a kamarai munkáról való beszámoló, meg a jövő évi tervek. Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy kétirányú kommunikációt alakítsanak ki a cégekkel, azaz ne csak a vállalkozók lássanak bele az őket érintő döntésekbe, de javaslatokat is megfogalmazzanak. Ráadásul a lakosság véleményét is várja az önkormányzat. Kérdőívet juttatnak el az itt élők számára, amelyekben például a Bökény, illetve a Köröstorok fejlesztésével kapcsolatban oszthatják meg véleményüket, javaslataikat a lakosok. Ismét megrendezi a Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ az Internet Fiesztát. Március 26-áig változatos programokkal várják a látogatókat. Minden év tavaszán rendezik meg az országos rendezvénysorozatot, amelynek keretében informatív programokat szerveznek a könyvtárak. Ennek a programsorozatnak a célja, hogy az internet és a könyvtárak kapcsolatára felhívja a figyelmet, illetőleg abban a szerepvállalásra, amelyet a könyvtárak tesznek a digitális írástudás, az internet és az információ technológia fejlődése érdekében. Nos, hát lesz ugye még ebben az időszakban még egy költészet világnapja is, ez egyébként ugye 21-e, március 21, ez nem a Magyar Költészet napja, ez egy nemzetközi világnap, hát mi erre is készülünk még. Ha már itt tartunk, akkor elmondom, hogy ezt 24-én egy verses pódium este szeretnénk megünnepelni, hát ahol is szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem, ugye ez egy népdal strófa idézet, ebből ezzel a címmel szerelmes verseket fog előadni majd Torma Mária, Radnóti díjas előadó művész népzenészek kíséretével. De az internet fiesta az hát hagyományosan a megbocsátás hetével fog kezdődni. Ezt a könyvtárak többsége az évente egy alkalommal meg szokta tartani. Ugye ez azt jelenti, hogy ilyenkor a késedelmeket elengedjük, és nem kell kifizetni azokat a hát néha kevesebb, néha nagyobb összegű tartozásokat, melyek ugye felhalmozódtak a nem időben visszahozott dokumentumok miatt. Mi csak azt szeretnénk, hogy tényleg éljenek vele, és hozzák vissza azokat a könyveket, amelyeket más valószínűleg szeretne kivenni. 17-én a magyar földrajzi felfedezőkkel kapcsolatban, és azon belül is hát jobbára a Almási László, hát nagyon kalandos életű magyar felfedező életéről tart előadás dr. Kubassek János, múzeumigazgató, kutató, aki ennek a témának az egyik legnagyobb szaktekintéje. Ez 17-én 17 órakor lesz itt a könyvtár olvasótermében. Szeretnénk bemutatni egy új szolgáltatásunkat, ez pedig az e-book kölcsönzés. A TIOP pályázat keretében beszereztünk 5 e-book olvasót, és hát mivel tudjuk, hogy itt az emberek többségének még nincs e-book olvasója, ezért mi úgy szeretnénk e-bookokat kölcsönözni, hogy adunk vele olvasót is. Tehát magával az e-book olvasóval együtt lesz lehetséges e-book tartalmakat kölcsönözni. Mi tulajdonképpen az összes rendelkezésünkre álló e-bookot, ez azért egy olyan 20-30-40, de lehet, hogy addigra már ennél is sokkal-sokkal több könyv lesz, amit ezen az olvasón el lehet élni, teljes mértékben jogtiszta formában természetesen, és hát egy kaució letétele után bárki 2 hétre elviheti az olvasót is, és megismerkedhet a olvasásnak ezzel a modern 21. századi formájával, ami egyébként nem rossz, tehát azért valljuk be, hogy hát a világ fejlődik, tehát nekünk is ebben a tekintetben kell haladni. Hát reméljük, hogy minél többen jönnek, és
például utazáshoz, kiránduláshoz, nyaraláshoz igénybe veszik ezt a dolgot, hiszen hát azért nem mindegy, hogy mondjuk el kell vinni egy szatyor könyvet, ugye, vagy ha elmegyünk nyaralni, vagy elég ezt a kis készüléket magunkkal vinni. A jövő hét végén, illetőleg 19-én szombaton itt a könyvtárban egy Xbox bajnokságot is rendezünk. A Star Wars Battlefront című játékkal lehet játszani. Jönni, biztos emlékszünk rá, hogy a Jedi visszatérben ott az Endor bolygón azokkal a motorokkal szágoldoztak a szereplők, vagy esetleg az X-szárnyú vadásszal röpködtek. Hát ezeket mind-mind ki lehet próbálni széles vászonnal, tehát projektorral és Xboxon. Az Xbox One gépet nemrég szereztük be. Na most, hogy hát hogyan is zajlik mindez, azért ez nem olyan, nem fog ez olyan könnyen menni, ezt üzenjük a gyerekeknek, ugyanis az ellenőrzőt azt magukkal kell hozni, és itt a jó tanulók lesznek azok, akik alapvetően hát több lehetőséget kapnak, ugyanis az ellenőrzőben található ötösöknek a mennyisége alapján lehet majd próbálkozni. Csongrád város múltja is jelene Facebook csoport, akik egy nagyon aktív Facebook csoport, és nagyon nagy szeretettel és odaadással tesznek fel, posztolnak Csongrád város történetével kapcsolatban képeket, dokumentumokat, emlékeket és minden egyebeket. Őket szeretnénk ismét egy közönség találkozóra hívni. Ezt egy évvel ezelőtt már egy nagyon jó hangulatú délutáni program keretében megtettük. Hát most idén ismét várjuk őket, és hát jelezték is, hogy szeretnének jönni, és ehhez szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának. Azonban most nem csak egy közös régi fotónézegetést szeretnénk, hanem szeretnénk, ha lenne valami eredménye, valami olyan fajta közös szellemi eredménye az összejövetelnek, amit aztán később esetleg büszkén mutathatunk, úgyhogy várnánk mindenkitől, hogy olyan képeket, olyan régi képeket hozzon, amelyen Csongrád város főutcáját, régi főutcáját ábrázolják, ugyanis azt szeretnénk, hogy minél több képből kirakni a város régi főutcáját. Tulajdonképpen a multidézésnek ez most egy ilyen, hát nagyon célirányos formája lenne, de ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy ennek a végén lehet egy egészen lenyűgöző végeredmény is a sok fotó által. Március 23-án húsvéttolóval is várják a gyerekeket és szüleiket. Az Internet Fiesta rendezvényeivel, akcióival másfél hétig kínál programokat a könyvtár. A rossz időre tekintettel a Művelődési Központban tartották meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére megszervezett városi ünnepséget. A rendezvényen Farkas Sándor térségünk országgyűlési képviselője mondott beszédet. A következő percekben az ünnepség teljes felvételét láthatják. Tisztelt ünneplő közönség! A Csongrádvárosi Önkormányzat nevében tisztelettel köszöntöm Önöket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségem. Tisztelettel köszöntöm körünkben Farkas Sándor országgyűlési képviselő urat. Tisztelettel köszöntöm Bedő Tamás polgármester urat. Tisztelettel köszöntöm dr. Vér Trisztiánt, a Csongrádi Járási Hivatal hivatalvezető helyettesét. Tisztelettel köszöntöm dr. Juhász László jegyző urat. Dr. Konc József, rendőr, alezredes, kapitányság vezető urat. Szabó Bogár Imre, tűzoltó őrnagy, tűzoltó parancsnok urat. A képviselőtestület megjelent tagjait. Az oktatási intézmények vezetőit és képviselőit. Szeretettel köszöntöm Toksi Bálint plébános urat. Az intézmények, pártok és civil szervezetek képviselőit. Tisztelt ünneplő közönség, szeretném Önöket tájékoztatni egy örömteli eseményről. Csongrád város delegációja a mi ünnepségünkkel egy időben vesz részt Magyar Ittabén, ahol Kossuth szobrot avatnak az 1848-49-es forradalom emlékére, illetve alkalmából. Cseri Gábor alpolgármester úr vesz részt ezen az ünnepségen.
Tisztelt ünneplő közönség, kérem önöket, ünnepségünk elején énekeljük el közösen a himnuszt. Tisztelettel felkérem Farkas Sándor országgyűlési képviselő urat, mondja el ünnepi beszédét. Tisztelt ünneplők, csongrádiak, hölgyeim és uraim! Március 15-e Magyarország újkori történetének egyik legmeghatározóbb eseménye, a bátorság ünnepe, a nemzeti identitás egyik alappillére, hazánk porgáli átalakulásának elindítója. A 168 évvel ezelőtt történt események szerves részét képezték az európai forradalom hullámainak. A magyarok egységesen léptek fel és kimondták, nem akarnak a Bécsi udvar árnyékában élni, az elnyomó uralom érdekeit szolgálni, hanem a nemzet sorsáért érzett felelősséggel tenni akarnak a hazáért, a magyarokért. Kevesen tudják, de 1848 tavaszán Pest-Budán volt Európa egyetlen vértelen forradalma. A magyarországi események sokkal fegyelmezettebbek, békésebbek voltak, mint például a párizsiak, bécsiek, a prágaiakhoz képest. Mindez azért volt lehetséges, mert mindenki ugyanazt akarta. Példaértékű volt a nemzeti összefogás, egymást támogatva küzdött ugyanazért a célért, a jobb jövőért az utcaembere, a költő, az ügyvéd, a magyarság ügyéért elkötelezett arisztokrata, és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc politikai vezetői, a kormány tagja is, azaz Battyány, Kossuth, Széchenyi, Deák, Ötvös, Klauzár, Mészáros, Szemere is, akik évek óta ismert, közkedvelt egyéniségek voltak. Tudásuk, tapasztalatuk, külföldi tanulmány útjaik, műveltségük pedig alkalmassá tette őket egy születőben lévő nemzet irányítására. Példaértékű, különleges volt ez az összefogás, a forradalom pedig olyan üzeneteket hordozott magában, amelyek minden korban, napjainkban is megállják a helyüket. Az 1848-ban megfogalmazott 12 pont örökérvényű követeléseket hordozott magában, olyan gondolatokat, amely mércét jelent a mai ember számára is.
csak egy gondolat, legyen béke, szabadság és egyetértés. Hogy csak ez a néhány gondolatot emeljük ki a Liederer nyomdában kinyomtatott 12 pontból. A társadalom és a vezetők ugyanazt akarták. Szabad, független, gyarapodó Magyarországot. Olyan hazát, ahol nem más országok vezetői szabják meg az irányt, ahol magunk dönthetünk saját sorsunk felől. Ennek elérése érdekében fogtak össze, megmutatva, hogy a magyar nemzet szükség esetén képes az egység megteremtésére. Képes volt 1848-ban, 1956-ban és a rendszerváltáskor is. De képesnek kell lenni ma, amikor határainkat, országunkat idegen népek fenyegetik. Magyarország jövője érdekében meg kell védeni hazánkat a függetlenségünket fenyegető veszélytől. Hiszen most nem Bécsből, hanem Brüsszelből akarják meghatározni számunkra, hogy kikkel és hogyan éljünk együtt. Most is sorsdöntő kérdések állnak előttünk. Csak most nem a sajtószabadság, az úrbéri viszonyok megszüntetése, a közös teherviselés vagy az egyenlőség alapján felállított esküszék a kérdés, mint 1848-ban. Most hamarosan döntenünk kell arról, hogy akarjuk-e, hogy Magyarország végképp megváltozzon, és a bevándorlók ezreit kezdjék hozzánk telepíteni. Újra meg kell védeni az országunkat. Elsők voltunk a nemzetek sorában, akik ezt felismertük. Erről a döntésről biztosította Magyarország kormányát több mint 2 millió magyar polgár is aláírásával. És ezzel a magyarok jelezték, hogy egyetértenek az ország vezetésével, és megkívánják akadályozni, hogy hazánkban is érvénybe lépjen a betelepítési kvóta, és olyan migránsokat költöztethessenek hozzánk a kötelező jelleggel, akiknek kultúrája, hagyományai, vallása teljes mértékben idegen az európai és a magyar gondolkodástól. Magyarország sokáig elsőnként és egyetlen országként volt kész arra, hogy tegyen polgárai védelme érdekében és megvédje az ország szabadságát. A nyugati országok vezetőitől, politikusaitól pedig csak kritikát, bírálatot és megvetést kaptunk. Azt azonban tudnunk kell, hogy nem vagyunk, ahogyan 1848-ban sem voltunk egyedül, hiszen európai polgárok milliói nyilvánítják ki a szolidaritásukat a magyarokkal a Magyarország kormánya mellett. Mindenki tudta akkor is és ma is, hogy Európa szíve dobog a magyar ügyekben, és sajnos ma is igazok azok a szavak, amelyeket Petőfi Sándor közel 170 évvel ezelőtt a Nemzeti Dalban is megfogalmazott. Mindenki ismeri ezt a két mondatot. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok. Az 1848-as forradalom napjaiban kialakult összefogás, nemzeti egység most is fáklyaként mutatja az utat, és minden március 15-én, így ma is emlékeztet minden magyar polgárt arra, hogy a nemzet megmaradása, felemelkedése csak széles összefogással, közös akarattal válhat valóra. Legyen szó az migráns kérdésről, gazdasági ügyekről, vagy pusztán a szabadságról. Az elmúlt évszázadok megmutatták, hogy a történelem nagy pillanataiban a lelkiismeret parancsa egybeesik a kor parancsával. Március ifjai és az idősebbek is lelkiismeretük szavára megtették azt, amit a kor megkövetelt. Nekünk sincs más teendőnk, mint megfelelni a kor parancsának, mert ahogyan Széchenyi István is fogalmaz, minden becsületes szívnek legszentebb a hon. Így legyen ez ma is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép ünnepet kívánok. Köszönöm szépen országgyűlési képviselő úr szavait.
Kedves közönségünk, kérem fogadják szeretettel a Nagy Boldog Asszony Katolikus Általános Iskola műsorát, melynek címe Jöjj el szabadság, teszülj nekem rendet. A táncot betanította Georgiádes Márta, a műsort összeállította és rendezte Daniné Lovas Zsuzsanna. Babics Mihály, Petőfi koszorúi, avagy virág vagy te, hazámi fiúsága. Hol a szem, szemével farkas szemet nézni? Ki meri meglátni, ki meri idézni az igazi arcát? Ünnepe vak ünnep, s e máj napoknak szűk folyosóin a szavak úgy lobognak, mint az olcsó gyertyák. Szabadság csillaga volt hajdan a magyar, de ma már maga sem tudja, hogy mit akar. Talán zaja csöndje, és úgy támolyog az idők sikátorán, mint átvezetett rab a fogház udvarán, börtönből börtönbe. Ki ünnepli őt ma, mikor a vágy, a gond messze az övétől, mint sastól a vakond, avagy gyáván bújik, s a bilincses ajak rab szavakat hadar? Csak a vak megszokás, a süket hivatal hozza koszorúit. Ó, vannak koszorúk, keményebbek, mint a deszkák, súlyosabbak, mint hantyaiként a hideg temetőnek. Kelj, magyar ifjúság, tépd le a virágot, melyet eszmének ellensége rádob emlékére, kőnek. Kelj, magyar ifjúság, légy te virág magad, nem drótos füzérbe görbítve légy szabad virág szabad földön. Hogy árván maradva, megrablott birtokán mondhassa a magyar. Kicsi az én szobám, kicsi, de nem börtön. Avagy virág vagy te, légy virág, légy vigasz, legyen lelked szabad, legyen hangod igaz az ő ünnepségén. Koporsó tömlöcét, akit elkerülte, most hazug koszorúk láncait ne tűrje eleven emlékén. Minden tavasz az új élet ígéretét hozza, a természet újjászületését, de az ember számára valami mást is. Az ember számára új reményt hoz a tavasz, annak a reményét, hogy valami szebb jön, valami jobb jön, valami megváltozik. 1848 tavaszán forradalmak törtek ki Európa nagyvárosaiban. A zsarnokaik ellen fellázadt nemzetek szabadságot, polgári átalakulást, függetlenséget és nemzeti önállóságot követeltek. A reformkor bódulatából ébredő Magyarországot 1848. márciusában érte el a párizsi forradalom híre. A Kárpátoktól le az Aldunáig egy bősz üvöltés, egy vadzivatar. Szétszórt hajával, véres homlokával áll a viharban maga a magyar. Ha nem születtem volna is magyarnak, e néphez állanék ez ellen én. Mert elhagyott, mert a legelhagyatottabb, minden népek közt a földkerekén. Fogytán, bor apattán tengtek a jobbágy falvak, füstelen, tűzhelyeken főzték a forradalmat. Zsírfogytán, bor apattán tengtek a jobbágy falvak, füstelen, tűzhelyeken főzték a forradalmat. Nemzeti szín,
lobogó repült a szemek előtt. Behasadt, fecske farka verte a zöld levegőt. Félelmes tavasz idő, láttatott seregeket, gyönyörű elgondolni azt, ami nem lehetett. Félelmes tavasz idő, láttatott seregeket, gyönyörű elgondolni azt, ami nem lehetett. Föl hazámnak valamennyi rakója, ideje, hogy tartozását minden ember lerója. Ki a házból, ki a síkra, emberek, most az egész Magyarország legyen egy nagy hadsereg. Hiába minden, szép és jó beszéd, ha meg nem fogjátok az elejét. Ha a kezdetnél el nem kezditek, sajtószabadságot szerezzetek! Sajtószabadságot, csak ezt ide! Ez oly nagy, oly mindenható ige. A nemzetben, mint az Isten legyen jel, amellyel egy mindenséget teremtett. Talpra magyar, hí a haza, itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Legyen béke, szabadság és egyetértés! Rabok voltunk mostanáig. Kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughattak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. Sehonnai bitangember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Felelős minisztériumot! Fényesebb a láncnál a kard. Jobban ékesíti a kard, és mi mégis láncot hordunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Törvény előtti egyenlőséget!
A magyar név megint szép lesz. Méltó régi nagy híréhez, mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Közös terviselés! Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Szabadság, egyenlőség, testvériség! Őrzők, vigyázzatok a strázsán! Az élet él, és élni akar. Nem azért adott annyi szépet, hogy átvádoljanak most rajta véres, s ostoba feneségek. Oly szomorú embernek lenni, szörnyűek az állathős igék, s a csillagszóró éjszakák ma sem engedik feledni az ember szép beszőtt hitét. S akik még vagytok őrzőn, árván, őrzők, vigyázzatok a strázsán. Budára, Budára a helytartó tanácshoz! Nyittassuk meg Táncsics börtönét! Budára! Magyar vagyok. Lelkem, érzésem örökséget kapott, melyet nem dobok el. A világot nem szegényíteni kell, hanem gazdagítani. Hogyan szolgálhatom az emberiséget, hogyha nem őrzök meg magamban minden színt, minden kincset, ami az emberiséget gazdagíthatja? A magyarság színét. A magyarság kincsét. Győzelem, sikerült! Éljen a szabadság! Éljen a szabadság! Ha kell, életünk árán is megvédjük a szabadságot. Az én vezérem bensőből vezérel. Emberek, nem vadak, elmék vagyunk. Szívünk míg vágyat érlel, nem kartoték adat. Jöjj el, szabadság! Teszülj nekem rendet! Ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán. És addig... addig nincs megnyugvás, addig folyvást küszködni kell. Hazám fiai, mondhatatlanul fontos az óra, melyben hozzátok szólok. Talán éppen ebben az órában ütköznek vitéz seregeink az áruló csordáival. Ki tudja, mit hoz ránk ez óra, győzelmet vagy veszteséget? De győzzünk bár, vagy veszítsünk. A népre minden esetben szükségünk lesz. Ha győzünk, hogy a győzelem gyümölcseit learassa, ha vesztünk, hogy a veszteséget győzelemmé változtassa. Tehát e fontos órában, e mondhatatlanul fontos pillanatban kérdem, találkozik-e egy fia a hazának? Találkozik-e egy polgára e városnak, ki hazája szabadságáért vérét, életét feláldozni készen volna? Esküszöm a mindenható Istenre, ki védi az igazságot, és a hitszegű árulót megbünteti. Esküszöm, hogy hazánk szabadságából egy hajszányit utolsó cseppére még elraboltatni nem engedek. Esküszöm, hogy hazánkat védeni fogom, míg karomat fölemelhetem. A magyarok Istene úgy segéljen, és áldjon meg engemet. Isten engem úgy segéljen! See you.
Bár ellenet tör frigyes zsarnokoknak, bár ellenet tör írit szolgahad, földön futó népek megostromolnak, mint tengerár, megállsz, ha szikla vagy, nem féltelek hazám. Ameddig látom alföld rónaságát, s felette múltak déli bábja kell, szentvér hízlalja, lengő dús kalászát, és tápot a test, lélek benne lel, nem féltelek hazám. Volt itt mindig, aki bátran szólt, mindig voltak nagyot álmodók, a nincsből is várat építők, az el nem csüggedők. Hány nagy gondolat és mennyi szív, ami századok múltán is tenni hív, most is új erőt ad és lelkesít, hogy nagyjá légy megint, bár csak értenénk a múlt intő szavát. Mit csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tud, hogy áldott itt a föld, a hömpölygő folyók, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, múltunk és jövünk. Minden hozzáfűz, állva bennünk tested ő. Köszönjük szépen a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola tanulóinak és felkészítő tanárainak ezt a nagyon szép ünnepi műsort. Kedves közönségünk, kérem fogadják szeretettel az Alföld Néptánc Együttes ifjúsági csoportját. Műsoruk címe Isten újja megérintett. A Kormorár Együttes dalára a táncot betanította Forgó Edit és Bartók István.
világ. Akkor élt apám, dédapám, nagyapám, tették a dolgukat, nem kérdeztek semmit, tudták az életet, jó volt magyarnak lenni. Jött valamikor egy másik világ, jött a zöld szemű rózsa, és jött a kormorán, lett egy nagy család, lesz mit elmesélni, volt valahol egy hely, hol jó volt magyarnak lenni. Zászlónk, mit nem téphetnek szét, a színek maradnak, akármilyen a szél. Álmaimban álmodtam, jó lenne szeretni, legyen olyan hely, hol jó magyarnak lenni. Szavakat kimondhatják, legyen végre egy nép, mely elmondhatja kínját, legyen végre sok ember, kik tudják, hol a mennyország, az lesz az a hely, mit úgy hívnak Magyarország. A csillagok messze a föld szívébe látnak, kik hosszú úton vándoroltak, itt hazát találtak. Ha elvették, mint tiéd volt, vissza kell azt venni. Isten ujja megérintett, jó lesz magyarnak lenni. Tisztelt ünneplő közönség, színpadi programunk itt most véget ért, ezért kérem Önöket, most itt énekeljük el együtt a szózatot. Thank you.
kedves közönségünk, ünnepségünk a Kossuth szobornál folytatódik. Thank you.
Adásunk végén programajánlónk következik. Március 18-án 17 órakor nyitják meg a Tari László Múzeumban a Paraszti Tisztálkodás Polgári Divat című időszaki kiállítást. Beszédet mond Vukov Anikó Veronika, a Móra Ferenc Múzeum néprajzkutatója. Az érdeklődők május 7-ig tekinthetik meg a tárlatot. Március 19-én 15 órakor mutatják be Fábiáné dr. Szenci Ibolya Csongrád város irodalmi öröksége című kötetét a Művelődési Központ dísztermében. Köszöntőt mond Bedő Tamás polgármester. A rendezvényen közreműködik a Csongrádi Zenebarátok kórusának kamara együttese. Ez volt a közéleti mozaik, melynek ismétlését ma este 8-kor, éjjel 2-kor, valamint holnap reggel 7-kor és 13 órakor tekinthetik meg. Ha a szerkesztőségünknek írnának, megtehetik a 6641 Csongrád postafiók 83, illetve a Csongrád TV @csongrad.hu e-mail címre. Új műsorral egy hét múlva jelentkezünk, tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra!